Szeptember 15-én Nyíregyházán is elindult a fűtési szezon. A távhővel fűtött házak lakó közösségei már ekkortól kérhetik a fűtés elindítását. A Nyírtávhő Kft. Nyáron számos karbantartást, felújítást végzett el a hálózatán, az elmúlt hetekben pedig a hibák, hibahelyek felmérésébe is belekezdtek. A nappalok még a késő nyarat idézik a héten mérhető 25 fok körüli maximumokkal. Az éjszakák azonban már az igazi ősz beköszöntét bizonyítják a 10 fok alatti hőmérsékletekkel. Nem is csoda, hogy a lakások, főleg a kevésbé szigeteltek reggelre kicsit lehűlnek. A csövek ugyanakkor már melegek a társasházakban, így ahol van szabályozó szerep és költségosztó, a lakók döntik el, bekapcsolják-e maguknál a fűtést. Aki viszont nem tart igényt a fűtésre, ki is zárhatja azt a lakásában. A szakemberek szerint, ha nagyon lehűl az idő, nem érdemes senkinek sem fagyoskodni, hiszen az ilyen enyhébb átlag hőmérsékletű napokon szükséges fűtési hőenergia költsége egy átlagos méretű lakás esetén 200 forint körüli naponta. A Nyírtávhő mintegy 16 ezer nyíregyházi lakást melegít fel idén-télen, emellett 1000 közületi fogyasztót is ellát. A távhőszolgáltató cég a fűtési időszakon kívül jellemzően nyaranta végzi el azokat a felújításokat, amelyek a megfelelő szolgáltatás nyújtásához szükségesek és sok esetben elengedhetetlenek. Emellett a hőközpontokban is folyamatosan végzik a különböző karbantartásokat, bízva abban, hogy az egész szezonban minden rendben megy majd. Bennünk a stúdióban Jó László, a Nyírtávhő Kft. Ügyvezető igazgatója. Jó estét kívánok, igazgató úr! Szeptember 15-én kezdődött a fűtési szezon. Akkor, hogyha jól emlékszem, azért volt egy hideg hullám, hogy így mondjam, akkor sokan bekapcsoltatták a fűtést? Igen, gyakorlatilag szeptember 15-én kezdődött hivatalosan, de néhány napig még olyan meleg volt, hogy nem fűtöttünk. Aztán 20-a utána volt egy hideg hullám, amikor már mondhatom, az gyakorlatilag minden lakásba megy a fűtés. Úgyhogy hát egy olyan átlagos indulás volt egyébként, hogy nem voltak nagy mennyiségű beindulások egyszerre, tehát tudtuk kezelni ezt a kérdést, és hát folyamatosan csúsztunk bele az őszbe, nem volt nagyon hűvös az időjárás. Most egyébként már, hogy kicsit melegedett az idő, van már olyan fogyasztónk, aki lemondta a szolgáltatást néhány nappal ezelőtt, úgyhogy hát ezt meg kell szokni, hogy ilyen az időjárás. Tehát ez azt jelenti, hogy lemondja a szolgáltatást, effektíve lehet, hogy néhány napra? Igen, igen, akár ez is előfordulhat, bár azért azt hozzá kell tegyem, hogy a hőközponti szabályozásaink, illetve ahogy elhangzott a felvezetőben is, a radiátor szelepek elzárásával elméletileg meg lehet azt akadályozni, hogy a lakásban fűtési hőenergia menjen, de hát ugye a csövek, amik átmennek a lakásokon, azok nyilván melegek. Hány lakás fűtését biztosítják Nyíregyházán? 15.742, a pontos számát 16.000-et szoktunk említeni. Hogyha valaki bekapcsolja a fűtést, akkor van-e olyan, amire figyelnie kell? Illetve nyáron, ha nem is kapcsolja be a fűtést, akkor kell-e valamire figyelni? Igen, hát ez egy klasszikus probléma, hogy általában a fogyasztóink ugye elzárják a radiátor szelepet, amikor már áprilisban olyan hőmérséklet, hogy ne legyen fűtés, és elfelejtkeznek róla, és ez zárva marad. Így, ha például az épületben valamilyen felújítási munka van, ami miatt le kell üríteni a rendszerből a vizet, majd visszatölteni, ezekben a radiátorokban, mivel zárt állapotban vannak, nem fog belemenni a víz, hanem a levegő marad benne. És ugye akkor ősszel szembesülünk azzal a problémával, amikor indulunk, vagy indulnánk, hogy bizony nincs mivel, hiszen levegő van a radiátorokban, és ekkor jönnek ezek a légtelenítési problémák, illetőleg a radiátor szelepek, ezek letapadnak, le vannak zárva, ugye a környezeti hőmérséklet magas, emiatt annyira letapadnak ezekben a szeleptányérok, hogy nem nyitnak ki. Úgyhogy a hibák jelentős része ilyenkor, most is kb. 400 hiba volt a fűtés idén kezdete, volt a hiba bejelentésünk, ilyen egyedi hiba. Ennek a 400 hibának mondjuk a 95%-a ez radiátorszelep és légtelenítés volt. Tehát erre mentek a kollégáim ki. Tehát gyakorlatilag nem kell elzárni a szerepet. Igen, úgy lenne jó, hogyha nyitva lehetne ilyen a szelep nyáron, mert akkor sokkal kisebb kárt okoz, illetőleg akkor folyamatosan a víz áramlik benne. Nyári karbantartások, illetve hát a fűtési szezon kezdete, azért arra is kíváncsi lennék, hogy a nyári karbantartások alatt, ugye most így a szezon eleje az 100%-osan tud-e indulni. Hogyne, hát természetesen szeptember 15-e az egy ilyen nagyon kőbe vésett időpont, tehát addigra mindenképpen. Természetesen úgy, ahogy most is vannak egyébként sajnos hibahelyeink, amiket tudunk és meg fogunk csinálni például Szalag utcán,
igyekszünk ezt fűtési idényben is minél kisebb korlátozással ellátni, de egész nyáron dolgoztunk városszerte, ugye láthattak bennünket a fogyasztóink, beruházásaink például a Bethlen Gábor utcán lehetett látni, Ószőlő utcán, Ungvársétányon. Szerintem határidőre ezeket elvégeztük, a tervezett munkákat, hát amik meg a később adódnak valamilyen cső meghibásodásból, azt pedig nem tudunk nyilván készülni, de az erőforrás megvan hozzá, tehát csöveink vannak, vannak vállalkozók, vannak munkagépek, tehát várjuk a fűtési idényt. Igen, tehát akkor erre is vonatkozott volna a kérdés, fel vannak készülve. Igen, fel vagyunk készülve, és hát ugye nem is bánnánk, ha már picit hűvösebb lenne, hiszen azért október közel eltelt már a két dekádja októbernek, és még mindig 25 fokot mérünk, úgyhogy ez üzletileg nem a legjobb számunkra. Igen, hogyha hibahelyek vannak, akkor ezek a hibahelyek miért? Nagyon öregek a csövek? Én azt hiszem, nagyon sok csövet ki tudtunk cserélni. Közel a felét most már mondhatom, és a legnagyobb dimenziójú csöveket kicseréltük. Inkább az az oka, hogy olyan helyeken, ahol kereszteződés van, tehát utakban, ahol a burkolat valamiért megrepedezik, és be tud folyni a sólé. Tehát olyan igénybevételnek van kitéve a vezetékünk, ezeken a helyeken szokott általában tönkre menni, ezek az útpálya szélén történnek, illetve aknáinkba, ahol be tud szivárogni a csapadék. Tehát mondhatom azt, hogy nálunk nem kiukadnak a csövek, hanem inkább bejukadnak, hiszen valamilyen külső víz, külső esemény az, ami miatt meghibásodás történhet. Akkor igazából már tudják azt, hogy hol vannak azok a gócpontok, amelyek, ahova mondjuk rendszeresen. Természetesen itt évekre visszamenőleg ugye nálunk ez statisztikailag is nyilván tartott, és hát be tudjuk határolni, hogy melyek azok a pontok. Bár egy érdekes dolog jelentkezett most, hogy az örökös földön elkezdtek problémáink lenni. Korábban ugye ez volt a legfiatalabb lakótelep, itt nem voltak, most kettő is jött egymás után, ami szintén egy ilyen út, illetve járda kereszteződésben korróziós problémák voltak. Ha jól tudom, rendelkezik információkkal a tekintetben, hogy 1992 óta, hogyan alakul a hőfogyasztás Nyíregyházán. Hát igen, ugye nem csak ezzel rendelkezünk, hanem a környezeti hőmérséklet mérésével is, meteorológiai hőmérsékletekkel is rendelkezünk, és hát az, ami ebből látható, hogy a külső hőmérséklet az elmúlt időszakban 2-3 fokkal legalább emelkedett. És ennek ugye egyik oka annak, hogy csökkent a hőfelhasználásunk. Hát, hogy számadatot nem akarok túlságosan sokat mondani, de mondjuk, amikor a társaságunk indult, az elején 1 millió 200 000 gigazsó hőmennyiséget adtunk el. Már az a szám 700 ezer gigazsóra zsugorodott. Ez ugye két okból, több oka is van, de két legfontosabb ok. Az egyik az, hogy az időjárás, tehát a külső hőmérséklet az emelkedett. Mondhatjuk úgy, hogy a globális felmelegedés itt Nyíregyházán is elért bennünket. A másik pedig az, hogy a folyamatos energetikai korszerűsítések, lakóépületek, leszigetelés, ablakok, fűtésszabályozás megjelenésével és a tudatos fogyasztói energiavételezéssel csökkentek ezek a hőmennyiségek. Úgyhogy üzletileg nekünk egyetlen kiút van, ugye, hogy újabb fogyasztókat találni és újabb fogyasztókat rákötni a rendszerre, ahogy ez 2016-ban meg is történt, és a belváros jelentős intézményeibe tudtunk kapcsolni a távhőszolgáltatásba. Ha már grafikonok arra ki tudunk térni, hogy ténylegesen, hát ugye most azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag kitolódik a nyár. Ezt önök is alá tudják támasztani, hogy igen, később kezdődött, vagy korábban kezdődött igen, az ősz? Gyakorlatilag most ebben az évben az látszik, hogy elmúlt a 4 évszak, és mondjuk 2 lett, hiszen ha visszaemlékezünk, május végéig fűtöttünk. Tehát mintha nem lett volna tavasz, hanem hirtelen májusból a télből egyszerűen átváltottunk nyárba. Most pedig ugye még mindig nyár van, és feltehetően 1-2 hét, és nagyon nagy lehűlések lesznek. Novemberben már bizonyosan, tehát azt mondhatom, hogy az évszakok, a 4 évszakból 2 évszak lett, és hát lerövidült a fűtési idény, bár az elmúlt idényre pont nem igaz, mert májusban is fűtöttünk. Ami egyébként szokatlan, hiszen 2018-ban, aki visszaemlékszik erre, március végén már befejeztük a fűtési szolgáltatást. Tehát ha valaki, akkor önök tényleg a klímaváltozást abszolút érzik. Igen, érezzük a hőnket. Beszéljünk egy kicsikét az elszámolásokról, itt az évben hogyan alakult. Ha jól tudom, akkor egy átlagot kellett fizetni, és akkor egy bizonyos, mikor augusztusban, nyár közepén volt a kiegyenlítés, amikor
eldőlt az, hogy most valaki túlfizetett, vagy keveset fizetett? Igen, tehát május 15-ét, most május végi mérőállásokkal számoltunk el a fogyasztóinkkal, és ennek az elszámolásnak a elvégzését követően állítottuk ki a számlát, illetve utaltuk vissza a fogyasztóinknak. Augusztus hónapban ez teljes mértékben megtörtént. Ennek a szaldója 40 millió forint körül van. Igazából mi visszaadtunk 90 millió forint körül a fogyasztóinknak, és 50-et szedtünk be többletköltségként a fogyasztóktól, tehát a szaldó az 40 millió forint. Ennek a visszafizetésnek természetesen, illetve befizetésnek az az oka, hogy a fogyasztóink szokásai alapján, illetve a májusi hosszabban tartó fűtési idény miatt rá kellett fizetni. Az állapítható meg egyébként az elszámolásokban, hogy általában azokon a helyeken kell ráfizetni a fűtésszolgáltatásra, amelyek nincsenek leszigetelve, korszerűek, régebbi városrészekben vannak. A szigetelt újvárosrészű műanyag nyilázárós épületekben általában visszatérítünk, tehát visszakap a felhasználó. Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen.